Ercsei Katalina vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Mindjárt beszélünk az ombudsmanról is, de volt ugye a mai napon önnek egy másik témája is, és most így Ózd kapcsán, hogy miért lenne itt baj, hiszen van víz. Ja, hogy 20 percig kell állni egy vödörrel sorba órákig, mert ugye mások is állnak, aztán aki odajut, az 20 percet foglal el az időből, aztán jön a másik 20 perccel. És erről nekem így valahogy eszembe jutott az, amit választ kaptak a bölcsődei dolgozók, hogy mi az, hogy nincsen béremelés, hát hogy ne lenne? Tehát, hogy van. Tehát valaki azt látja, hogy nincsen béremelése, és akkor megkapja a levelet, hogy még a külföld támadása ellenére is van. Hát nehéz megszólalni az ózdi eset láttán, és ugyanazt a fajta arroganciát látom. Én egyébként azt gyanítom, hogy itt egyszerűen a polgármester ellenáll. Nekem azért vannak információm arról, hogy Pintér Sándoron túl ott a kormányzati oldalról ki mindenki próbált ráhatni, és nekem úgy tűnik, hogy a polgármester szembe áll a kormányzat ugye, beavatkozásával. A kormányzat beavatkozásával és kivel? 40 fokos hőségben több száz emberrel, szomjas emberrel állt szemben. És ez azért lehet így, mert az országban van egy olyan hangulat, amit sajnos az emmi levelek is erre a különböző bérkövetelésekre adott válaszok is jeleznek. Ugye a sajtótájékoztatón azt mondtam, hogy Doncsev András még egy konyakot rendel, de hát rendszeresen a szegényeket, a jogos bérkövetésüket kérő pedagógusokat, egészségügyiseket, szociális munkásokat, bölcsődei dolgozókat hibáztatják azért, hogy miért elégedetlenkednek, és hát a hangulatjavító intézkedéseket sorolja Doncsev András nekik. Szóval ez elképesztő. Miközben tényleg. Miközben hazavisz az, aki naponta 20 vagy akár 30 pici gyerekkel fog, ha csak kettő beszél egyszerre már, akkor is milyen ricsaj tud lenni. Itt pedig ugye a más gyerekére kell vigyáznom, még nevelnem is, oktatnom is, nem baj, hogyha valami okosság ragad rá az intézménybe, sőt, ez is alapfeladat, meg hát a felelősség. Hazavisz 70 ezer forintot ezért a munkáért, és akkor megkapja a levélből, hogy egy... Hát neki olyan jó kellene már élnie, mert annyi jó intézkedés volt az érdekében. Hát én dolgoztam egy hetet bölcsődében, pontosan ezért 2011 telén, tehát több mint két és fél évvel ezelőtt, azért pontosan, hogy felvéljem arra a figyelmet, hogy nem csak, hogy milyen elképesztő körülmények között dolgoznak, milyen nehéz munkát, és milyen elképesztő alacsonyabb érezésük, de hogy ez egy milyen kemény munka, amit ők végeznek. És ott ültem velük, együtt ettem velük azt a kosztot, amit ők esznek a konyhán, és hallgattam azt, hogy hogy rakosgatják a számlákat, mert ami miatt még nem jön a végrehajtó, azt egy kicsit később lehet kifizetni, és hétvégi és esti plusz munkából képesek kifizetni a számláikat. Szóval elképesztő állapotokat. De én tényleg ezt a stílust nagyon kifogásolom, ami ezért itt az Ózdi esetben is látszik, hogy egyszerűen divat lehet a szegényeket hibáztatni, és ugye amikor kiderül, hogy nem a szegények töltik, a romák töltik a medencéjüket, és mossák az autójukat, hiszen ilyen nincsen nekik, akkor is van egyfajta ilyen őket hibáztató hangulat az országban. Én annak örülök, hogy Pintér ezügyben most belelépett a dologba, de és hát közbelépett, és úgy tűnik, hogy az ózdi polgármesternek most már át kéne gondolni, hogy azért a közhangulat nem azt támogatja, hogy megérdemlik azok ott, álljanak csak 20 percig a víznél, hanem hát az emberiségi milyen meleg volt ma, meg van még most is. De aztán hétfőtől, ha nem lesz meleg, akkor se normális dolog az, hogy ott kell sorban állni a vízért. Tehát ezt a problémát meg kell oldani. A vizet nem lopjuk, ne kelljen másoknak fizetni, mások helyett, hanem oldják meg ezt a problémát. Ott több száz családról van szó. Hát a mi helyi képviselőink ezt csinálták, tehát pontosan ezeket a szerveket, az egészségügyi, a védelmi bizottság elnökét és a helyi képviselőket keresték, hogy mit lehet tenni, de érdekes módon egészen addig nem lépett a polgármester, és úgy látszik, hogy most sem lép teljes mértékben a belügyminiszter utasítására, egészen addig, amíg, hát úgy látszik, akkor Pintér Sándornak újra oda kell lépni, ami ezért elképesztő állapot. Na jó ombudsman, vagy nem jó ombudsman lesz Székely László? Én nem is annyira Székely László szeméről szeretnék beszélni, inkább arról, hogy ez az ombudsmani szerep, ami most ugye erre az emberre hárul, ez egészen más, mint amikor békeidőben az ember elombudsmankodik. Hát most az utolsó. Ugye az utolsó bástya. Ombudsmankodik, az se rossz. De az utolsó bástya, igen, ezt mondtuk. És én megmondom őszintén, egy kicsit csalódtam abban, hogy ugye amikor Siffer András kijött az elnök úrtól,
azt a benyomását osztotta meg a sajtóval, hogy úgy érzi, hogy Áder János tisztában van azzal, hogy milyen súly esik most ebben a helyzetben az ombudsmanra, tehát, hogy itt egy komoly, harcos valakit kellene találni. Ugye az LMP azt a felfogást támogatja, hogy nevekről nem beszélünk, sőt, mi ugye sólyomistaként többnyire azt sem tartjuk feltétlenül szerencsésnek, hogyha egyeztetés folyik. Nekem volt egy olyan érzésem, amikor Áder János a jelöltet megnevezte, akkor valami olyasmit mondott, hogy a pártok jelöltjei ezek és ezek voltak, vagy ilyen és ilyen jellegűek voltak. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy ugye a Solyan szerepe felfogás az volt, hogy ő annyira autonóm volt, hogy ő nem is egyeztetett. A többi köztársasági elnök azért, hogy megválasszák a jelöltjét, egyeztetett, ami nyilván azt jelentett, hogy volt neki saját jelöltje, és hogyha ebbe belementek, akkor jó, ha nem, akkor egyezkedtek. Itt pedig nekem az az érzésem, hogy Áder Jánosnak adott esetben oda rakhattak egy cédulát az asztalra. Én ezt nem tudom pontosan, de az ő szavaiból ezt vettem ki, és ezért ez nagyon aggasztó, különös egy ilyen helyzetben. Biztos nem történhetett ilyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk. Találkozunk holnap este ugyanitt, ugyanekkor, viszontlátásra.